Valahogy fogni kéne gyöngyit, gyerekek. Lehetőleg kakast, mert annak jobb a húsa. Ó, anyám. Ó, ezek a... Ezek itt a matkacsák. Matkacsák maradnak. Rózsika, bújjál be. Bújjál be, aztán én nem tudok hajúni hiába. Megöregettem. Fogj egyet, fogj egyet. Fés mindent. Fogjatok már ide, sietnik ő. Hogy a jóisten, van már egy. Várj, fogjad! Fogjad, fogjál még egyet! Egyet fogjál! Hozzá, na, Rózsika, menjél be a késő, menjél be egy késő. Én nem vágom el a nyakát, mert én neveltem, én annyira sajnálom, hogy fogjad, Laci, aztán legyen valami veletek. Fogjad! A tanyásgazdálkodást azt génjeimbe örököltem. Én 1950-ben tanyán születtem, bába asszony segítségével, és hát azt mondják, hogy már akkor is elég vadgyerek voltam. Nagy István, agrármérnök, őstermelő. 1990 óta egyéni ökológiai gazdaságot vezet a törtelközség mellett elterülő homokhátság Gerje-Perje síkján. Hagyj basztat! Gyere, gyere, gyere! Ne, 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 ne! Lupaj, fogd meg azt a, fogd meg ezt! Gyere, hagyjad! Gyere, lupaj, gyere, gyere, lupaj! Gyere! Különben a kutyának többet szól, mint nekem, mert innentől kezdve nem is hajt, mert tudja, hogy már itt jó helyen van. Tehát érted? Szépsége a szabadság, tulajdonképpen nem parancsol senki. A pacsirta életmód a napfeltöntétől napleventig azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, de ez nem egészen így van. Megvan benne az alkotói szabadság, a saját kreativitásom múlik, hogy megoldjak problémákat, hiszen a tanyán mindenből legalább kettőt tartunk, autóvó, kurvó, villanypásztorvó, asszonyvó, mert egyik nem megy, akkor kapcsolunk rá a másikra. Kellenek ezek az ősi magyar kutyák, akik éjszaka egy területet védenek. Vagy megőrzöd a vagyonodat, vagy kirabolnak. Nyilván az embernek meg kell adni a tiszteletet mindenkinek. De azért a telepjáros emberek között vannak milliómos bunkók is, például megjelenik csizmába a kapuba. Hát így már szólja gazdának, kerülök egyet, ugyanúgy oda megyek, hogy hát évórák. Tehát ugye nem hiszik az ember, mikor esetleg munkás ruhában vagy szaros csizmában van, hogy ő a gazda. Megváltozott a világ. A falusi fiatalok is városiakká váltak. Abszolút nincsenek bevonva az itthoni konyhakerti munkába, nem is óhajtanak. A falusi nép a Tesco-ba, diszkóba, Osánba, akárhova bejár vásárolni. Röhelyő az őséges sárgarépát, akármit a városból hozzák ki a faluba. Régen a város járt ki a falura meg a tanyára.
Mezőgazdasági munka egy kis gazdaságban, egy héten át. Ezt kapják majd városi fiatalok az Agria Vidék Kaland elnevezésű program keretében. Vannak közöttük olyanok, akik állatot közelről, maximum az állatkertben láttak, de testközelből, úgyhogy menj oda és rak föl a fejőgépnek a kelyhét a tőgyére, na hát ilyen élménye azért a döntő többségének még nem volt. Dr. Mikula Lajos, az Agria, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségének ügyvezető elnöke, a Vidék Kaland program szervezője. Szerintem az elő. A program úgy néz ki, hogy pályázaton keresztül mi kiválasztunk olyan városi fiatalokat, akik érdeklődnek a mezőgazdaság a vidék ügyei iránt, de maguk nem folytatnak mezőgazdasági tevékenységet. A kiválasztott fiatalok egy hétre elmennek dolgozni fiatal gazdák által irányított üzembe. Tehát ők ott nem vendégek lesznek, hanem bizony megfogja a villa végét, fölültetik a traktorral, együtt kell, együtt fekszik a gazdával. Kíváncsi voltam rá, mindig is vonzott, hogy milyen lehet nyugalmasabb környezetben élni, dolgozni, nem állandóan a kipufogó gázt szívni. Amikor idejöttem, akkor én mindenkinek mondtam, aki kérdezte, hogy miért megyek, vagy hogy mi ez az egész külön, mondtam, hogy meg akarom nézni, milyen tapasztalatszerzés, mert hogy szükségem lehet rá. Szeretnék majd valamikor természetközelibben élni, mint Óbudán. És mielőtt ugye álmokat kergetnék, nem árt megnézni testközelből, hogy mivel jár ez az egész. Semmiről nem mondtam le. Tehát jó, nem interneteztünk egy hétig, erről nem volt nehéz lemondani. Kényelem volt, rendes ágyunk volt, jókat tettünk, semmi különös. Talán ami nehéz volt először, hogy otthon megvan az, hogy felkelek, akkor ezt csinálok ezt-azt, és akkor aztán, mit tudom én, megnézem az e-maileimet, vagy leülök gépezni, Facebook, akármi, vagy mit tudom én, este mondjuk megnézek egy filmet. Facebook, internet, az meg... Mire hazérünk, már fáradtak vagyunk, és nem érdekelt. Még tévét sem néztünk. Internet kapcsolat minden helyen rendelkezésre áll, mert a gazdák is az internetről tájékozódnak, tehát erről nem kell lemondaniuk, sőt. Ehhez az életmódhoz azt tartozik, hogy most jó idő van, most szaladunk és dolgozunk, és akkor ha egy hétig van jó idő, akkor egy hétig szaladunk. Aztán ha majd esik, akkor majd alszunk egyet, vagy ha jön a hó, akkor majd alszunk egyet télen. Minden reggel korán keltünk, volt, hogy már 5 óra előtt, többnyire 5 és 6 között mindig, és hát estig megment a munka, sokszor még 9 után is. Le
legkésőbb 6-kor kelés. Összekészülődünk és elkezdjük itatni, etetni az állatokat. Rohantunk vagy kaszálni, mert hogyha nem volt a fű vagy zöld a kecskéknek meg az állatoknak, akkor azt kaszálni kellett. Megetetjük a csirkéket, utána megyünk a nagydisznókhoz, fej is, napközben pihenünk meg, mert nagyon-nagyon meleg van. Aztán délután ugyanúgy jön az etetés, itatás, és este újra ugyanazt a kört megcsináljuk az összes állattal, lovakkal is, aztán beszélgetés, meg vacsorálás, szóval így. Gyakorlatilag egy hét alatt teljes értékű munkát tud végezni. Én, amikor idejöttem, nem tudtam megkülönböztetni a szénát sem a szalmától. Most már nem csak ezt, hanem sokkal több mindent is tudok. Megtanultunk kaszálni, fejni, imádjuk a disznókat nézni. Tök nagyon jó érzése, hogy hálásak az állatok. Most ez alatt a hét alatt már egyre jobban erősödik bennem az, hogy én is valami hasonlót akarok, így gazdaságot vagy ilyesmi, mert szerintem nem tudom, annyira jó. Volt, meg van is valamennyire egy ilyen vágyálmom, hogy egyszer vidéken éljek. Legjobb tudomásom szerint egyébként senki nem vált gazdálkodóvá abból a közel 90 emberből, aki a két év alatt részt vett ebben a programban. Ennek a programnak ez nem célja. Hogyha meg tudtuk hozni a kedvét ahhoz, hogy gazdálkodó legyen, annak örülünk, de ez nem jelent igazán szerepet. Sokáig szokták tervezgetni ezt, azt utána megöregszenek. Tehát... Azt, hogy esetleg megvetni a lábát, nem tudom, hogy... Tehát nagyon erős egyéniségnek kell lenni, és nagyon elszántnak kell lenni. Nem teljesen lehetetlen, mert az a lehetetlen, hogy egy nagy gazdaságot indítson el egyből. Szerintem attól függ, hogy mennyire lelkesedik az egészért, hogy mit mer bevállalni azért, hogy neki gazdasága legyen. Hát aki akar, az el tud indulni. Az bárhogy. Van rengeteg pályázat ilyen fiatal gazdáknak. Van rá esély, mert van rá lehetőség. Tehát a lehetőséget kell megtalálni. Ez a tehén pontosan idős, mint a zsombor. Ez Dán Jersey, ennek rendkívül koncentrált a teje, sajtkészítésre első osztályú. Kemény, állagú. Ó, de nyugodtak vagyunk, Istenem! Menjél már ki! Istenem, de nyugodtak vagyunk! Nagyon sok pénzt kell beletenni ebbe a dologba, nem csak a munkát, hanem bizony kemény pénzeket kell beletenni, olyan erőforrásokat kell megmozgatni, ami azért szűkösen áll rendelkezésre, például földhöz kell jutni, piacra kell juttatni az árut. Hogyha ebből a szempontból nézzük, én azt gondolom, hogy egy városi embernek nagyon kevés esélye van arra, hogy mezőgazdásszá gazdálkodóvá váljon. Valakinek egy olyan dolog után legyen érdeklődése, ami koszos, meleg, piszkos, büdös, igazából nem is találkozott még vele, az számomra az egy pozitív dolog, hogy ilyen van. Az emberekben van egy ilyen kép, hogy itt természetesebb, erdő közelében, állatokkal, kicsit vissza a múltba érzése van az embernek.
van egyfajta elvágyódás. Hát, hogyha valaki egy beton dzsungelben éli az életét egy koszos, büdös városba, annak bizonyára van igénye arra, hogy egészségesebb, normálisabb környezetben éljen, de akkor nem a mezőgazdaságot kell ebben a dologban keresni, hanem azt a fajta környezetet, amiben az ember él. Tehát a lakóhelyi környezetnek a megváltozása az nem egyenlő a gazdálkodással. Megvan valóban az igény, hogy ne a beton dzsungelben lakjanak, ne csak a négy falat lássák, hanem legyen egy kis kert, legyen egy kis úszómedence mondjuk az udvaron, de az szerintem egészen más típusú életforma, mint amennyi mi folytatunk, és a ténylegesen vidéken élő emberek folytatnak. Leköltöznék ott a nyára Pestre. Hát most, hogy eljöttünk ide az Expóra, most eltervezzük erősen. Annyira jó élő állatokat látni. Simogatni, igen. Szimpatikus ez az életmód, viszont biztos, hogy hiányozna a nagyvárosi élet is. Túl sok felelősség, mindennapi probléma. Édesapám mezőgazdasággal foglalkozik, és tudom, hogy nem olyan egyszerű a dolog, ezt gondolják sokan. Biztos, hogy nehéz, főleg tényleg egy tanyára, ahol mindenféle állat van, mert az érteni kell, ezt meg kell tanulni szakma. Van egy ilyen idealizált kép, hogy bajszos, pirosposgás, kalapos emberek, pici kis pocakkal kimennek a mezőre, ott énekelgetve kaszálnak egész nap, és mindenki rettenetesen vidám. A másik kép, ami sokkal szomorúbb vagy sötétebb kép, hogy a gazdák hogy egyrészt ő műveletlenek. Hát mondom, útközi szerencsénk volt, hogy éppen szexöltünk, mondom, azt az azt, hogy lerúgta a viarlámpát. Szerencsére ben volt, mondom, a lábom, amit azt leöntöttem a dundát, meg az asztot, azt nem lett tűz. Azt elhiszik, azt hiszik az ember itt a tanyán primitív módon él. Másrésztről meg egyfolytában kapják a támogatásokat az Európai Uniótól, és mindig sírnak, és sose elég nekik semmi. A magyar bürokrácia és jogászok siserrehada az uniós három sort 336 oldal magyar jogszabályá átír, és akkor ne szeparaszt pályázz. Ebben semmi idill nincsen, ez egy kőkemény meló, ahol ráadásul elég komoly kockázatok vannak. A gazdának az ügyességén múlik az, hogy lesz-e pénze vagy nem. Jó, jegyezzék meg, a szivattyú biztos, hogy karácsonykor romlik el. Húsvétkor, amikor ott az egész család, akkor biztos, hogy valami olyan probléma van, amikor magának kint kell lennie, és meg kell javítani a dolgokat, és ez valóban így van. Tehát mi ezeken a lépcsőfokokon végigmentünk. Mindenkinek azt mondom, hogy nekem nem szabad kívánni jó étvágyat, kellemes hétvégét és szép napot, mert étvágyam van, mint a farkasnak, mert egy nap kétszer eszek, akkor válogatás nélkül mindent megeszek, hogyha leülhetek. Ne kívánjon szép napot, mert itt általában süt a nap és a nap mindig szép, és ne kívánjon kellemes hétvégét, mert itten szabad nap, szabadság, karácsony, húsvét, szilveszter, nincs itt minden nap egyforma. Magyarországon még nem tudtuk azt megoldani, mint nyugaton, hogy a farmerok szövetsége, a farmer, hogyha elmegy egy hétre valahova, akkor az agrárkamara megoldja, hogy küld egy helyettesítő gazdatársat vagy alkalmazottat a munkák elvégzésére. Ágyom, de jó, hogy ügyezzék, kitörök a tévétűet. Igen. Ágyom. Ó, de most segítsünk, most a rózsika. No, ide figyelj! Akkor térjünk az ágyom. A kettőt kértem, 100 000 forintért. A kormos. Akkor megnézzük. Ott akkor figyelj! Figyelj, ott akkor... Hogy viszem el? Hát nem most kell vinni. Hát egy na két... De... Hát az istálóval együtt adod ennyi éve. Ide figyelj, ha innen messző, ez uniókonform krotália. Ez azt jelenti, hogy vonalkódos, ez az én tenyészetszámom. Neked van tenyészetszámod? Van. Ilyen uniókonform krotália. Ha ezt megveszed, bekattintják, Brüsszelbe előjön, hogy hum van a marha. Jó. Tehát csak hivatalosan mehet.
Na, ide figyelj! Hú, le is! Tessék, tessék nézni! Apám, ilyen pici! Ha miért nem nyitott ki az ajtót, ezt úgy mérjük? Mert kevés a madzagosztal sporlok. Na, állja fő! Na, ne, ne! Ez magyar tarka, az még limuzin! Mennyi a kikiáltás jár? Hát, nézd! Most... azt tekint a kormányt? Herét? Adok. Az. Herét mennyibe számolod? 6000-be. De jó, attól függ, mennyiért adod ezeket. De jó, here. Hát persze. Zöld. Zöld. 30 bálát a szét, az 180 ezer forint. Nem. Nem. 150-é. Az kevés. Akkor engedsz a bálát, én is engedek, engedsz a bálábú, azt érte 27 bálát. Azt, akkor fori pénzről nem beszélünk. 27-et. Jó van. Megegyeztünk. Meg ide is hozhatod a lupalja. Nem, húj, de... Hát még 600 forint nekem pluszba. Hát nekem is. Jó, jó Isten, áldjon meg. Hámbál 27. Akkor? Zsombor, vág szét. Csap szét! Istenem, jó nagyon, ez az. Jó, el van kelve. A paraszt az tapasztalatot jelent, tudást és tisztességet. Tehát nem hazudunk. Nem csalunk, nem lopunk, mert nekem nem kell jogász, ha én adok egy tehenet, és ha másikat a tenyérbe vágunk, akkor nem kell 100 uniós jogszabályt fősorolni 62 oldalon, akkor a becsület szó az többet ér 100 jogi fordulatnál is. Főleg az öreg anyjára, öreg apjára üt, kutya, tehén, gyerek. Általában jó. Még a dédszülőkre, ezt már még figyeltem. Jó, sziasztok hát! Akkor oké, minden akkor? Jó, minden. Elmehetnél te is fogorvoshoz, meg én is, mert... Mi is? Elég szarul állunk. De hát is nekünk tűzünk fogorvoshoz. Akkor meg nem ez. Tudod, hogy ezek este? Mindenesre észek szalonnát, azt nem egészen jót tudok rágni, azt elcsíkozom, mint a mákos tésztát. Azt úgy eszem. De akkor is eddig a szalonnát, mert másképp nem lakok jó. A 95%-ának a jelenleg gazdálkodó fiataloknak azért van egy nagyon komoly családi indítatása, háttere, amire ő ráépítkezik. Tehát ő neki nem kell már azon gondolkodni, hogy honnan lesz föld, mert jó eséllyel az apja már összerakta azt a mennyiségű földet, amivel a gyerek el tud indulni, és mondjuk abból már egy nagyobb gazdaságot tud fejleszteni. Ha ezt valakinek a nulláról kell felépíteni, ez írtózatos nagy beruházás és energia. Minálunk a szántóföldi növénytermesztésben alapfeltétel, hogy a föld rendelkezésre álljon, akár több száz hektár mennyiségben. Nyilván egy szántóföldi gazdálkodáshoz nagyobb területre van szükség. Hogyha kertészeti tevékenységet, akar termesztést akar folytatni, akkor ez egy kisebb területen is megvalósítható. Ott akár egy hektár vagy egy hektárnál kisebb terület is elegendő lehet az induláshoz. A nagyon kicsi gazdaságok azok kopnak kifelé a magyar mezőgazdaságból, mert sokkal jobban le van osztva az erőforrás rendszer, ami ez a dologhoz kapcsolódik. Nagyon-nagyon nehéz. A fokozatos indulás az akár egy 5-10 éves időtartamon belül odáig vezethet, hogy egy stabil, önfenntartó gazdaságot felépíthet valaki, hogyha ilyen szándéka és elképzelése van. Ez a 23 tehén, ami nekem van, ez eltart kettőnket, meg a család másik három tagját is. Tehát egy családi gazdaságban az a
10-30 hektár, az a 20-valahány tehér, vagy ha kertészetben beszélünk, az a 4-5 hektár, az egy családot el tud tartani. Itt van a Rózsik, aki a segítségem, ugye 100 dolgot kitalál, amit én nem meg gondolkozik. Ugye ezt most emide kössük, azt most amarra hajtsuk, ezt most így kéne, ezt most amoda kéne, más kéne vetni. Neked milyen iskolád van? Én gimnáziumban érettségi. Én valamikor mérnöknek készültem. De aztán, mit mondjak, szerelmes lettem a gimnáziumba, ennyi. Azt akkor most... Nem jött össze. Akkor most, mint akkor a tanyának, akkor mit akar? Nem. Mi? Mit akarja? Miért nem mész a Tesco-ba? Miért pénztárosnak? Inkább a szart tologatod? Egy élet. Hát, inkább. Mi? Ez tetszik? Nem azért, mert jobb, de valahol csak jobb. Körülbelül hány dolgot tanultál meg eddig a két évvel? Nagyon sokat. Mi? Nagyon sokat. Hát itt mindent tudni kell. Itt, ha be kell venni egy szöget, akkor nem jön a szomszéd, meg nem jön a mester, hanem meg kell csinálni. Vagy ha ellik a tehén és egyedül vagyok, akkor fogom, azt kirántom a bornyút, mert volt ilyen, hogy ott a vízbe pottyantotta ki éppen, ha nem akarom, hogy belefulladjon a sárba, akkor fogom és kihúzom. Ha bírom, ha nem bírom. Ha 50 kiló vagy 70 kiló a borjú, akkor is meg kell fogni. Ennyi. Hát mit? Mindent megtanul az ember. Európai Unióban több évtizede van fiatal gazdatámogatás, ennek ellenére a magyar és az európai gazdatársadalom egyaránt öregszik el. Magyarországon a gazdák egyharmada 60 év fölötti. És ez az arány minden évben romlik. Egy ilyen gazdaságot átadni és átvenni, az nem kis gond, nem kis felelősség, és hát óriási rutin hozzá, tapasztalat, hiszen én ekkora gyakorlattal is néha azért megbicsaklok. Gyerekkoromban még a TSZ-szerzés előtt volt olyan szerencsém, hogy a kispasti gazdálkodást megtanultam a szüleimtől, de az egyetem adott, kinyitotta a kapukat. Ha nem járok egyetemre, akkor nem ismertem volna a faunát és a flórát olyan mélyen. Ha nem jártam volna egyetemre, akkor nem jártam volna valószínűleg Pesten színházban, nem láttam volna Gobbi Hildát, Bást Lajost és a többieket. Egy generációváltás zajlik most a mezőgazdaságban, és azok a fiatalok, akik átveszik a gazdálkodást a szüleitől, vagy főleg a családi gazdaságokra gondolok, akkor ott már a legtöbb esetben a felsőfokú végzettség legalább BSC szinten megjelenik. Inkább ez társadalmi elvárás, hogy a gyereknek legyen főiskolai végzettsége. A tudás, ismeret az megint egy olyan dolog, amit meg lehet ugyan könyvekből tanulni, úgy 40%-ba. A 60% az a tapasztalat és a gyakorlat. Hogyha valaki városi emberként szeretne ezzel a dologgal foglalkozni, ez meggooglizza, megnézi, mit írnak az interneten, előveszi a könyveket, elolvassa belőle, és akkor már tudja is a 40%-át annak, amit tudnia kell. Ahogy természetes az, hogy embereket csak az gyógyíthat, akinek mondjuk orvosi diplomája van, fölmerült a kérdés, hogy miért nem elvárás az, amikor az egészséges élelmiszer előállításunkról van szó. Az élet az egy kicsit azért mást hoz mindig, mint a könyvek, de azért jó, hogy van mihez nyúlni, tehát úgy elő lehet venni azt, hogy na, hogy is volt, mint volt. Itt a Szent István Egyetemen a mezőgazdaság és környezettudományi karon 8 különböző alapszakon folytatunk képzéseket, és erre az alapképzésre épülve lehet aztán 2 év alatt mesterdiplomát szerezni, és aki még ezután is szeretne tanulni, az 4 tudományterületen folytathat doktori tanulmányokat, és akinek még ez sem elég, az 22 különböző szakmérnöki felsőfokú szakirányú továbbképzési szak közül választhat. Toronyonra leolvasó, kuglipálya álligató diplomások tömkelege jár ide, vagy járna, ha fogadnám. Alulképzett diákok, diplomások hada végzi el az egyetemeket, főiskolákat, és gyakorlatilag nem alkalmasak a gyakorlati munkára. Van
van azért minden évfolyamon olyan hallgató, diplomás, aki talpacsot, aki igyekszik, és azokkal kommunikálok, diplomaterveteket szoktam segíteni írni, szelektálok, mert nincs türelmem. Mert ha itt a kutyámnak a szemét meg tetszik nézni, vagy a borjaimnak a szemét, látszik az értelem. De én itt valaki idejön a tanyára, és én elkezdek neki beszélni, és látom, hogy nem fogja, akkor nincs értelme, hogy a szót szabolítsuk. Egyszer sok az eső, egyszer kevés az eső, egyszer asszály van, egyszer úszunk a vízbe, egyszer magasan van az ár, egyszer alacsonyan van az ár. Tehát ezek tervezhetetlen dolgok. Tehát van élelmiszerre ugyan igény, de hát azért a jóisten bele szokott ebbe a dologba szólni, hogy mennyi terem. Most a 2-3 hetes afrikai hőhullámból 2-3 millió tonna kukoricával is csökken a termés. Egy fiatal gazdának egy 30-40 millió forint a kevesebb árbevétele van egy növényből, mint amire számít, ez tragédia is lehet. Beültetted az egész kertedet, marha jól sikerült a tavasz, és akkor mindent sikerült, jól elvetned, megkapálod, és akkor mondjuk jön egy ilyen nyár, mint most, és akkor kiszállít mindent, és akkor semmi nem lesz. Azért ahhoz elszántnak, meg kitartónak kell lenni, hogy azt mondja, nem baj, de hogy baj, hogy nincsen semmi, vagy elhullanak az állataid, tehát ugye akkor azért nem biztos, hogy azt mindenki olyan könnyen vészeli. 10 évből általában 7 év aszályos, egy nagyon vizes és 2 normális. De én nagyon szeretem az aszályt is, meg a túl nedves időjárást is, mert ezek a kommunista, fasiszta hibridek, ezek nem bírják. És kisülnek és nem teremnek. Az ősi homokhátságon is honos magyar fajták a szárazsághoz több száz év alatt ugye hozzászoktak, és hát igaz, hogy nem adnak nagyon nagy termést, de a túléléshez mindig elég. Egy lapra nem lehet mindent feltenni. Tehát mindig legalább ABC verziónak kell lenni. Hogyha valaki nagyon elszánt, akkor kezdje el kicsibe, próbálkozzon ezzel a dologgal, hogyha ebből valóban tud nyeresége keletkezni, akkor biztosan tovább is fog lépni, de hogyha nem lesz sikeres ebben a fajta gazdálkodásban, akkor meg nagyon kicsi kárral ki tudsz állni ebből a dologból. Szerintem legegyszerűbb mondjuk baromfival indulni, vagy kisebb testvállalatokkal, aztán majd a több háttere van, akkor már nagyobb testvéreket is érdemes tartani. Itt is a 100 tehén nem úgy kezdődött, hogy volt 100 tehenünk, hanem egy volt, és rá, mit tudom én, 3 évre lett 8. Most mit tudom én, tehát 10-20 év és 100 van már. Tehát ahogy itt a birkák is vannak, mondjuk, hogy most van 20 tavaly, 5 volt tavaly előtt, ide került egy pár valahogy. Tehát ez így szép lassan elindul, és működik. Tehát mindig egyre több lesz. Ügyesen kell csinálni. A falusiak is egyre inkább nem hajlandóak ezzel foglalkozni, azért már a városiakat is bátorítom, hogyha valakinek van affinitása, akkor költözzön ki és próbálja meg. Ez hozzáállás kérdése. Aki valóban szeretné ezt az életformát folytatni, az fogja ezt vinni tűzön vizen át. Ha van kitartás, nyugodtan lehet ezzel próbálkozni. A döntése az határozott legyen, mert ahhoz, hogy valaki elinduljon a mezőgazdaságba, azért elég sok hitelt föl kell vennie, amire lehetőség van, tehát pályázhat, kap megfelelő tőkét, hogy elinduljon, csak ki kell tartani addig, míg elér egy olyan 5-8 éves periódust, amikor termővé fordul az ő befektetett energiája és pénze. Én soha nem kaptam hitelt, nem tudom, mindig volt annyi eszem, hogy nyugatban soha az életemben nem bíztam. Ezért a svájci frank alapú hitelt nem is próbálkoztam. Meg sokszor bementem a Brahimba, mert mindenkinek volt már traktorja, kombánya. Nekem meg csak 3 billenős taligám. És akkor kérdezték a bankból, hogy nagy úr, mi a fedezet?
értékpapír, kincstárja, egy arany, deviza, városi lakás, ingatlan. Mindig bevittem 2-3 marhalevelet, mondom, hogy a tehenek a garancia. Persze, hogy kiröhögtek, ugye, mert tehén megdöglik. De soha nem kaptam hitelt, de talán hála Istennek, és így hitel nélkül gazdálkodom, ami azért jelentős költség megszakítást jelent a mai világban. Jönnek ide puri népek tanyát venni. Múltkor is jött egy pesti házaspár, és tanyát szeretne venni. Mondom, mutogattam itt, hogy ez is lakatlan, az is lakatlan. De mondom, ez is csak van egy nagy baj, hogy az asszonyok be vannak dobva a közösbe. Hát ez mit jelent? Hát mondom, ilyen soványak az emberek, mint én. Aztán közösen vannak itt az asszonyok hasznosítva, mert ki mikor bír eleget tenni. A környezet barát és értelmiségi családból származó, anyagilag viszonylag jól ellátott fiatalok próbálkoznak lemenni tanyára, esetleg kapnak is, vagy vesznek neki tanyát, és ők próbálják környezetkímélő módon nevelni gyermekeket, ott helyben iskoláztatni, megtermelni maguknak a szükséges élelmiszereket. Rendkívül jó a véleményem, többen voltak már itt a tanyán is fiatalok, házaspárok, akik próbálkoznak. Van rá példa, van rá idekezet, én ennek örülök is. És dicsérni való, hogy közgazdász, vagy bármilyen jogi diplomával rendelkező fiatalok vállalják ezt az egyszerűnek nevezett paraszti munkát, ami mégis csak bonyolult. Ez egy 7 hektáros gazdaság, és itt próbáljuk megvalósítani az álmainkat. Dr. Kis László és Kiskovács Orsolya. 2010 márciusában költöztek vidékre. Azóta biozöldség termesztéssel foglalkoznak az Évkerékökotanyán. Én unokeszén nőttem fel, senki nem foglalkozik a családomban a gazdálkodással. Budapesten a Kertészeti Egyetemen végeztem, majd pedig egy 5 évet PhD hallgatóként dolgoztam egy laboratóriumban, ahol molekuláris vírus genetikával foglalkoztam. Miután találkoztunk, nagyon hasonlóak voltak az elképzeléseink a világról, a gazdálkodásról, és szőttük az álmainkat, és egyszer csak úgy gondoltuk, hogy vidékre kellene menni. Kis különcnek számítok otthon ebben az álmommal. Meg is ijedtek a szülők először, hogy mi miért szeretnénk gazdálkodni, miért nem a könnyebb városi életet választjuk. De a szívünknek ez volt a kedves. Ez itt nem egy vállalkozás, ez egy életforma. Turánszky Ákos és Mézner Beáta. 2013 elején költöztek a Kócos tanyára, és önellátásra rendezkedtek be. Hát én egész életemben cukrásztában dolgoztam, voltam vállalkozó. Én pedig egy szervizben dolgoztam, értem, és mellette volt egy családi vállalkozás. Velem kezdődött, és amikor már tudtam, hogy ez lesz az én életem, abban az időben ismerkedtünk meg az Ákossal, hát ugye én tudtam, hogy menni fogok, elég önző módon ki is tartottam ez mellett. Az ő választása meg az volt, hogy jön és csináljuk együtt. Egyre inkább a minőségi élelmiszer, a minőségi élelem élet felé szerettünk volna fordulni. Minőségi élettér. Életteret is megtalálni magunknak. És ahogy ezek alakultak, úgy jöttek a gondolatok, hogy mi lehetne az, ami nekünk erre a legmegfelelőbb. És ez egy tanya lett. Az, hogy vidék, az, hogy pont egy tanya, ez jött. Egyszerűen egy csendes, nyugodt helyre vágytam, és amikor ezt a tanyát megtaláltam, olyat éreztem, amit eddig életemben soha. Mindenki attól féltett minket, hogy a pusztán majd a pusztai szél fog minket elsorvasztani,
de szerencsére ez nem történik meg abszolút, hiszen ez egy teljesen kulturált életforma. Igazából nem voltak ellene a gazdálkodási terveinknek, csak nagyon féltettek minket mind a két oldalon. De most már örömmel járnak, és mi vagyunk a zöldségellátói a családnak. A szülőkkel, meg az ismerősökkel, meg a főnökséggel megbeszélni, hogy ugye én eljövök onnan a szervízből, és egy teljesen más irányba próbálkozom, és ez igen nehezen ment. Nem tudom, hogy megértették-e, vagy elfogadták-e, egy része biztos. Ha az ember tanyára szeretne költözni, szerintem ne azzal foglalkozzon, hogy mit kárognak az emberek, a rokonok, a barátok. Szívfájdalmat nem okozott semmi, amiről le kellett mondani. Igazából olyan sok mindent kaptunk, hogy nem esett nehezünkre a lemondás. Kevesebbet találkozom bizonyos ismerősökkel, de aki olyan például, az nyugodtan meg tud keresni telefonon, e-mailben, SMS-ben. Úgyhogy nagyon nagy lemondást én nem tudom, nem érzem. A szemléletet nagyon jót adott az egyetem, de igazából fizikailag is, meg lelkileg is itt annyit formálódtunk rövid idő alatt, hogy ezt nehéz elmondani. Mindig volt egy hiányérzet bennem, hogy ha bár tényleg a könyvek alapján elég jól el tudom mondani, hogy mi is, mi az, amire oda kell figyelni, de az a gyakorlati tudás, ami alapvetően a kettő összegyúrva adja meg a tényleg valós tudást, az hiányzott. Autószerelő szakközépiskolát végeztem. Na most a tanműhelyünk az 5. emeleten volt, tehát így nem sok autót láttam egy egészben, ott volt egy próbapadon egy motor. A nyári gyakorlat volt 3 hét egy Skoda szervizben, ott többet tanultam a 3 hét alatt, mint abban az egész évben. De igazából én itt is úgy érzem, hogy igazából ha agrár végzettsége van valakinek, lehet, hogy nem ért a gyakorlati részéhez. És aki nem ebben nő fel, annak meg kell tapasztalnia. Vagy segítséget kell kérnie olyan idős emberektől, akik még ezt csinálják. Tehát a városi emberekkel az a baj, hogy nem kommunikálnak. Nem mer oda menni, nem kérdez, azért nem kérdez, mert szégyelli. Ezek az emberek olyanok, hogy segítenek és bevisznek a házukba, bevisznek a kertjükbe, bevisznek a fóliájukba, és megmutatják. Szerencsére olyan helyzetben vagyunk, hogy itt a tanyasoron nagyon sok jó szándékú ember van, és például ezt a fólia sátor állítást, ezt a szomszédtól tanultuk meg. Eljött, látta, hogy ügyetlenkedünk, kikértem a véleményét, benézte, hogy kéne állni azoknak a bordáknak, és végül az első fólia, amit felállítottunk, a legszebben sikerült az ő segítségével. Megpályáztunk egy fiatal gazdák induló támogatását, ami megadta azt a gazdasági alapot, amit mondjuk nem örököltünk a családunktól. Egy középkategóriás panellakás árából itt nagyon szuperül el lehet indulni, úgy, hogy tartalékod is marad, és gépeket is tudsz vásárolni. Persze a cél az, hogy tényleg önellátás legyen, és munkahelytől függetlenül, amit szép lassan, fokozatosan építettünk le, hogy azért stabilan tudjunk biztonsággal fejlődni, és ne hirtelen vágjuk el magunkat. Gondoltam, hogy leköltözök vidékre, bejárok majd a városba valahova dolgozni, és akkor megpróbálom kicsibe elkezdeni, hogy ellátni önmagamat, és meglátom, hogy megy. Csak ezzel az a probléma, hogyha próbálkozom ezt csinálni, akkor ott a lehetősége a bukásnak. Ha viszont nekiállok és eldöntöm, hogy ezt csinálom, akkor baromira nincs más választásom, ezt csinálni kell. És ha valami nem sikerül, akkor újra kezdem és újra csinálom. Thank you.
termelünk, és mikor ott van az idő, hogy le kell szedni, vagy éppenséggel föl kell szedni azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, akkor bizony, ha senki nem hajlandó megfizetni, akkor bajba vagyunk. Éjszaka kimész a piacra, és akkor viszed az árudat, főleg legelőször ugye beleturkálnak, válogatnak, kritizálnak, mondják, ez miért nem jó, az miért nem jó, miért ilyet hoztatok, miért nem olyat hoztatok. Fárasztó, de ugyanakkor szórakoztató is nagyon. És egyetlen egyszer nem fordult elő, hogy hazahoztuk volna az árut. Na jó, most van itt 10 láda paprikánk. De ez itt, itt most megint az extrém időjárás, vagy ott, és ezt nem tudjuk eladni. Szólt közben, sajnos. Van egy fogyasztói közösségünk, akiket ellátunk zöldségekkel hetente. Ez körülbelül hát 40 nagy doboz. Minden héten ezeket egy fix átvevő pontra visszük Szegedre, és a közösség tagjai eljönnek arra az átvevő pontra, van egy másfél-két óránk, amikor találkozunk. Nagyon egy ilyen jó közösségi esemény. Nekünk úgymond értékesítési formaként ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó rendszer. Mindenféleképpen úgy érdemes indítani ezt a dolgot, hogy önkéntesként kipróbálják magukat egy gazdaságban. Nekem is több helyen Magyarországon is volt lehetőségem, és külföldön is. Azért is fontos kipróbálni szerintem, hogy mit bír az ember, vagy hogy mennyire jó neki ez a gazdálkodási lét, mert sokan lejönnek Budapestről például, és másnap már érzik magukon, hogy kijött egy allergiájuk. Vagy fizikálisan nem bírta. Vagy éppenséggel egy több órás monoton munka, ami a napon történik, az már sokszor úgy az embert elgondolkoztatja, hogy tényleg szeretném én ezt, vagy milyen formában szeretném. Csak egyféleképpen lehet csinálni. Nagyon lazán, nagyon könnyedén és finoman. Nem megerőszakolva a földet, nem megerőszakolva az életedet. Ha erre vágysz, csináld, fogj bele. Ennyi. Baj. Csókolom. Ha tehén van, akkor mi van? Tehén szar. Ha tehén szar, akkor mi van? Légy is van. És ha légy van, akkor fecske is van. Ez a biológiai egyensúly egyik eleme. És akkor most itt kijöttetek a tanyára, itt, tehát előfordul, hogy tehén trágyába léptek, és akkor most itt átadjátok magatokat a természetnek. A kedves szülők, meg mindenki most kikapcsolja a mobiltelefont, és egyéb ilyen technikai csodákat. Itt a tanyán, tudjátok, a parasztember ez úgy étkezik, ahogy a tehenek, meg a lovak, hogy válogatva eszik. Tehát nem a 200 fontos párizsit, fűlítő farkáig, hanem egészséges életmiszert. Majd ti is valami ilyesmi életmódot folytattok, és akkor nem fordítva fogtok majd a lóra ülni háttal, hanem előre, és akkor először egészségesen étkeztek, aztán kijöttek a napra, és akkor nem kaptok majd csontétkulást, tehetisztok, mozogtok és sportoltak, és akkor újra olyan egészségesek lesztek, mint az őseitek voltak. Ez az Orbán szül, gyerekek, tehát ha anyuka, apuka ideges, ott már a tévét nem bírja nézni, akkor hogy marék Orbán szül teát kellene kérni, és akkor megnyugszik. Ma is végig kikömenni a farkas tanyára, meg a beretvás tanyára, a szendékő Kamillát, az a trüszkölünk, akkor Kamilla teát kell innunk, tudjátok? Nem a patikába kell elhozni a nyugdíjat, tudjátok?
Tanyán itt demokrácia és szabadság van. Itt mindenki azt csinál, amit akar. Bizonyos kereteken belül. Ez a világ veszett, de Mikszárd Kálmán is küzdött, meg Csokonai is küzdött, meg én is küzdök, meg azt hiszik, hogy az utókor nem életképes, de halálnyugodt vagyok, mert az állatvilág genetikáját ismerve, genetikailag kódolt, hogy a kismacska játszik, a kiskutya kergeti a macskát, hogy mozgékony, a gyermek is genetikailag kódoltan mozgékony és ügyes lenne, ha a hibban szülő nem ütetni be a tévébe, a lakásba, az internetelébe, stb. Stb. A magyar ember gondolkodásra teremtődött, és nem óhajt visszamenni a fára, mint a hordák.